Teljesen elszabadult Európa legnagyobb atomerőműve Ukrajnában, állítja az ENSZ nukleáris főnöke. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója is aggodalmának adott hangot, szerint az orosz csapatok által márciusban megszállt zaporizsiai erőműben szinte minden biztonsági előírás megsértenek, és szakértőket sem engednek be a létesítménybe. For any. Ahhoz, hogy bármely nukleáris létesítmény normálisan és biztonságosan működjön, számos alapelvet és normát kell betartani. És ha megnézzük a Zaporizsiában kialakult nagyon egyedi helyzetet, azt látjuk, hogy ezek többségét, ha nem is mindet, de megsértették, közölte Rafael Grossi. Aki sürgős kéréssel fordult Oroszországhoz és Ukrajnához a nukleáris baleset elkerülése érdekében, azt kért, hogy a szakértők számára tegyék lehetővé a komplexum látogatását, ellenőrzését. A moszkvai védelmi minisztérium közben harctéri sikerekről számolt be, közlésük szerint megsemmisítettek több raktárt, köztük a Lviv megyei Radekiv falu közelében létesített bázist, ahol az ukránok Lengyelországból érkezett hadifelszerelést, fegyvereket tároltak. Az ukrán hadsereg pedig felvételeket közölt arról, hogy erői az Egyesült Államoktól kapott HIMARS rakétarendszereket indítanak. Az Amnesty International bírálta a szemben álló feleket, amiért veszélyeztetik a polgári lakosságot. A jogvédő szervezet szerint Oroszország a válogatás nélküli rakétacsapásaival, Ukrajna pedig a lakott területeken létesített bázisokkal, ott működtetett fegyverrendszerekkel sodorja veszélybe a civileket. Az ukrán elnök Kijevben fogadta az észt külügyminisztert. Volodymyr Zelenszkij megköszönte a balti ország támogatását, különösen a megrongálódott ukrán infrastruktúra újjáépítéséhez nyújtott anyagi segítséget.